Ezek a fiatalok ugyan már 6. osztályosok, de közülük többen is sikeres szereplői voltak az elmúlt évek Fit tehetségversenyének, melyet a Matthias Corvinus Kollégium országosan szervezett. Csak a pandémia miatt maradt ki tavaly a személyes részvétel, de azt online módon teljesítették. Viszont korábban többen is döntősek lettek, például a pécsi Apáczai Nevelési Központ egyes számú iskolájából 3-an is megnyerték a Fit kaland tehetségversenyt. Egy természet megmentő programot kellett készítenünk, emellett egy szűrőrendszert is kellett építenünk, amihez homokot, követ, meg ilyen természeti adottságokat is használtunk. Ezen a mostani kurzuson éppen a jövőkutatásról, az űrfizikáról kapnak ismeretet. Az MCC Pécsi Központja már készül az idei Fit kaland tehetségversenyre. Idén a 4. osztályosokat egy kis időutazásra hívják, melynek során egy társasjátékot kell tervezniük. 4 tudományterületet ölel fel maga a feladat. Az egyik a rejtélyes építészet, amely kapcsán maguk a bábuk, illetve a játéktábla elkészítése jelenti a feladatot. A színházvilág, a jelmezt kell tervezni ehhez a játékhoz. Ezt az egészet rögzíteni kell, ez a média és filmes ismeretek című FIT kurzusunkhoz kapcsolódó feladat, illetve a pénzügyi tudatosság, hiszen egy saját fizetőeszközt kell kidolgozniuk ennek a társas játéknak a kapcsán a gyerekeknek. 3 fős csapatokban várják a jelentkezőket május 4-ig. Az első forduló online. A döntő a legjobb 10 csapatnak Budapesten június 3-án lesz. Jelentkezés a www.fit.mcc.hu/fitkaland oldalon.